Itt vagyunk Köcsén, nem messze Balatonszárszótól, mert a miniszterelnök minden évben zárt ajtók mögött tart eligazítást a Fideszhez közeli gazdasági és politikai szereplőknek. Az utóbbi napokban azt tematizálta a közbeszédet, hogy előbb Gulyás Gergely, majd később Kövér László is adott egy-egy interjút, amiben arra figyelmeztette a Fideszhez közeli gazdasági elitet, hogy kicsit több szerénységet kéne tanúsítaniuk abban, ahogyan élnek. Magára nézve is érvényesnek tartja ezt, hogy szerényebbnek kéne lenni a Fideszhez közeli gazdasági elitnek? Én rajtam nem látnak egy drága órát, egy szép gyűrűt, egy izgalmas ruhát, semmit. És akin látnak, azzal baj van? Nincs semmi. Semmi. Ki az öltözködésére ad, ki az autójára. De hogy a Fideszhez közeli gazdasági elitnek a nagyzolása az önnek nem tűnt fel? De, nem így látja ezt? De feltűnt, de hát ez az ő dolguk. Őket kell megkérdezni. De a kormány... Neke rendesen adót, sok embernek adnak-e kenyeret, jótékonykodnak. Ez ezzel jár. De ennek ellenére a kormány ebbe beleszól? Akkor nem kéne neki beleszólni? Nem tudom. Vidéken felnőtt ember vagyok, édesapám, édesemám mindig nagyon szerettek. Úgy gondolom, hogy Isten, haza, család, közösség előtt mindig tisztel lelkiismerettel álltam, úgyhogy nem szeretem a nagyzolást, nem tudom, mire gondol. Annak örülök, hogy van egy jobboldali gazdasági elit. Hát nem lehet mindig csak Gyurcsány Ferenceket, meg Bajnai Gordonokat, meg Vargákat nézegetni a túloldalon. Önt zavarja a lülő jelenség? Mi az a lülő jelenség? Most ugye Gulyás Gergely azt mondta, hogy több szerénységet várnál Mészáros Lőrinccel. És arra lenne kíváncsi, hogy el tudja képzelni, hogy ez Romániában előfordulhat. Hogy... Hú, hát nálunk is annyiféle csörte van, hogy összesen. De ilyesmi, hogy egy gazdasági szereplőt a kormány egyik tagja felszólít arra, hogy ilyen szerényebben az elképzelhet. El tudom képzelni, hogy aggályos sokak szemében egyes embereknek a gazdagodása. Én örülök annak, hogyha magyar vállalat nyeri az autópálya építést. Ha egyforma a kettő, akkor én inkább amellett vagyok, hogy a magyar vállalat nyerje el a megbízatást. Mögé igazán nem látok, a választók többsége sem lát igazán mögé a dolgoknak. Ha a választók többsége úgy érzi, hogy itt már suskus van, itt már igazságtalanság van, egyoldalúság van, akkor el fog fordulni a Fidesztől. Szerintem a Fideszben nagyon figyelnek arra, hogy ez az érzület hogyan alakul a választók körében. Én szeretem a Lőrinc, jobban vagyunk. Én nem kutatom úgy, mint maguk Mészáros Lőrinc magánéletét. Akkor a magyar kormánynak miért van köze Mészáros Lőrinc magánéletéhez? Tehát ugyanannyi köze van, mint önnek, nem? Ez egy független vállalkozó. Kicsoda? Mészáros Lőrinc. Hát sok független vállalkozóval van kapcsolatban a kormány, hát ez a dolga, nem? Nézze, ebben az ügyben én ugyanazt tudom mondani, amit korábban Gulyás Gergely és Kövér László mondott. De Gulyás Gergely miért szól bele abba, hogy egy független gazdasági szereplő mit csinál a saját magánvagyonában? Kapott egy kérdést és válaszolt rá, amelyen én egyetértek. Nem, ez egy általános jó tanács, életvitel, bérő jó tanács. Magáron nézve is érvényesnek tartom. Nem gondolom, hogy Mészáros Lőrinc magamutogató módon élni az életét, azt mondom, ez egy általános elv, amit jó tiszteletben tartani bárkinek, Gulyás Gergőnek és Mészáros Lőrincnek is. Ön szerint független gazdasági szereplőknek az életébe beleszólt a magyar kormány? Szerintem mindenki úgy tudja élni az életét, ahogy szeretné, ezzel kapcsolatban igen, pedig mindenki... Mégis. Van esetleg más kérdés? Az Unió... Hoppá! A napokban derült ki, hogy Orbán Viktor a nyáron Schmidt Mária lányának nyaralójában vendégeskedett Horvátországban. Ugye megpróbáltunk többet megtudni a miniszterelnök nyaralásáról a köcsei piknikre érkezőktől. Orbán Viktor a lánya nyaralójában, vagy kibérelt nála Horvátországban? Meglátogatott engem. Igen? Vendégségben volt. Nálam 30 éve járunk össze, úgyhogy nem tudom mi a tényleg. Ez az első alkalom, vagy volt már többször önnél nyaralni? Volt már nyaralni máskor is Orbán Viktor önnél? Az az összeférhetetlen, hogy van állami megrendelése ennek a családnak, tehát azért csak felmerül az összeférhetetlenség gyanúja. De 30 évvel ezelőtt nem volt. Akkor nem volt, most van. Ön tényleg úgy gondolja, hogy akit mi ismerünk, az
az mondjuk gazdasági tevékenységet nem folytathat. Azt egészen biztosan el tudom mondani, hogy sosem tartottam szerencsésnek, hogyha bárkinek a közéletben, a magánéletében vájkálódnak olyan módon, hogy akár azt megnézik, hogy hol nyaralt, mit csinált. Titokban akarták tartani, hogy a Schmidt Mária nyaralójában? Továbbra is minden sajtónyilvános eseményéről a miniszterelnöknek adunk tájékoztatást, a hivatalos programjairól és a magánprogramjairól természetesen nem. Hoppá! Amikor a miniszterelnök kisbusza megérkezett, akkor a biztonságiak kihúztak egy kordont, amögül lehetett volna Orbán Viktort kérdezni, de előrántotta a kisbuszból Orbán Balást, aki válaszolt néhány kérdésre és elárulta azt is, hogy mi lesz az idei beszéd fő témája, az európai parlamenti választások és a jobb oldal elsőprő győzelme. Mit gondol a jövő jelenségről, miniszterelnök? Köszönöm. Minden tobalást. Jó napot kívánok! Viktor, mész a börtönbe! Jó napot kívánok, tiszteltek! Viktor, mész a börtönbe! Sajtó érdeklődőket, akik jelenlétünket cáfolják. Európa versenyképessége egyre romlik, és azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban a megoldást, az azt jelenti, hogy az európai parlamenti választásokon mindenhol Európában, erre van is esély, a jobboldali pártok erősödnek, és Magyarországon is azt gondoljuk, hogy a jobboldali erőknek, a Fidesz-KDNP-nek képviselőinek kellene bizalmat kapniuk. Mennyire éri meg Orbán segget nyalni? Na, itt a másik futóbolon. Sok embernek van szükséges szerénység.